a csatornámon. Egy újabb hét és egy újabb rész. Mielőtt még belevágok a sűrűjébe, arra szeretnélek kérni, hogy hunyd be a szemed, és képzeld magad elé Ausztráliát. Mit látsz? Homokos tengerpartot, ragyogóan süt a nap, és napozol az álnyék nélküli parton. Álljunk csak meg! Ilyet ne tegyél, ne süttesd magad az ausztrál napon, de máshol sem, nem egészséges. De folytassuk az elképzeléssel, valószínűleg nagy hullámokat, sok szörföst és kis koalákat is látsz. Most már kinyithatod a szemed, mert ezzel a csodaszép idilli képpel maximum csak nyáron találkozhatsz, vagy éjszakra kell költöznöd, ahol viszont az év felében monszun van. Mielőtt azonban nagyon belevágok a dolgok közepébe, kezdjük megint egy kis földrajzzal. A föci tanárom most biztos totál kikelt magából, úgyis mindig azt hitte, hogy az ő tantárgya a legfontosabb. Lehet, hogy tényleg igaza volt. Ausztrália több éghajlati zónában helyezkedik el. Ausztrália északi részén inkább trópusi hatású éghajlat van, nyáron meleg és párás, télen pedig meglehetősen meleg és száraz, míg a déli részek hűvösebbek, ennyi a nyarakkal, és hűvös, néha esős telekkel. Korán sem olyan meleg és zökkenőmentes a tél itt Sydneyben. Korábbi videómban már említettem, hogy nincs központi fűtés a legtöbb helyen, és hogy hősugárzóval fűtünk. Most elhozzalak titeket a fürdőszobánkba, ugyanis egy-két érdekességet meg szeretnék nektek mutatni ezzel kapcsolatban. Ugye mindenki szeret nem csak meleg vízben fürdeni, hanem mondjuk egy melegebb hőmérsékletű helyen is fürdeni. Na most nálunk, ugye mivel nincsen szigetelés, ezért nagyon nehéz kifűteni rendesen a helyiséget, úgyhogy benne is maradjon a meleg. És emellett még két további tényező is nehezíti ezt a dolgot, amit most meg is fogok nektek mutatni. Egyrészt az, hogy az ablak, az így mozog, tehát nem tudnám szedni magából a sínből. Úgyhogy elképzelhetitek, hogy mennyire nem szigetel. Valamint ezek szimpla üvegek, tehát sajnálatos módon nem duplák, így további szigetelés, vagy egyáltalán bármilyen szigetelést is nem várhattok tőle. Miért is nehéz európaiaknak, vagy akár mi magyarok számára az ausztrál telet túlvészelni, ha Európában akár mínusz 15 fok, vagy annál is alacsonyabb hőmérséklet lehet? De az itteni télre az a jellemző, hogy reggel is este nagyon hideg van, napközben pedig akár 17-20 fok is lehet, vagyis a reggeli kabátot felváltja a napszemüveg. A tél nem borús, locskos, sötét és hideg, hanem napsütötte kellemes idő van napközben, de ahogy említettem, amíg lemegy a nap, onnantól kezdve fázik az ember. De nézzük meg közelebbről, hogy hogyan is védekezünk a hideg ellen. Egy-két nappal ezelőtt 10,3 Celsius fokot mértek, legutóbb 37 évvel ezelőtt, 1984-ben volt ilyen hideg. Őszintén szólva elég erősen éreztük a bőrünkön, mivel a hősugárzó majdnem egész nap ment, függetlenül attól, hogy kabátban ültem a számítógép előtt. Ez nagyon jellemző, hogy addig van meleg, ameddig fűtünk, és utána egyből kihűl a szoba, hiszen nincsen szigetelés, ami bent tartaná a meleget. A legnagyobb találmány. Múltkor a barátokhoz is ebben mentem, mert annyira kényelmes és melegen tart. Többféle színben és különféle állatot ábrázoló mintával kapható. Ha itthon vagyunk, általában ezt hordom az ággommal, mert abban kizárt, hogy fázzon az ember. A hősugárzó az egyik legfontosabb kelléke a téli időszaknak. Néha olyan hideg van, hogy még a szám is lila lesz. A takaró elengedhetetlen kelléke az esti filmnézésnek. Ennek egy praktikusabb és továbbfejlesztett változata a kenguru, ami kombinálja a plét funkciót és a kényszerzubbonyt.
halljuk csak jól át, hogy mindent magamra vettem el. Harisnya, nadrág alatt, pipa, atléta, ahogy anyukám tanította, megvan. Purpulcsi, ha fáznék, egy zokni, ha átvizesedne a cipőm. Ah, remélem nem fogok megfázni. Ó, ma a kedves nyári új szettemet vettem fel. Nem érdekel, hogy kint 5 fok van, ma ebben akarok tündökölni. A fenébe, a csizma nem illik ehhez a ruhához. Mindegy, megyek, hogy tanga papucsban. Ah, felveszek egy kabátot, az kompenzálja, hogy alul csupasz vagyok. Melegítőről mindig a nagyszüleim jutnak eszembe. Ők rendszeresen használták ezt a terméket télen, és sohasem gondoltam abba bele, hogy majd egyszer én is ezt fogom használni. Miatt elmegyünk lefeküdni, befűtjük a szobát, és az ágymelegítőt bekapcsoljuk, hogy a meleg ágyba bújjunk bele, és ne a jéghidegbe. Van elektromos takaró és lepedő is, mindkettő fontos szerepet játszik a téllel szembeni harcunkban. Termékbemutatón keretében most nem tupperware termékeket fogunk önöknek felsorakoztatni, hanem megtanuljuk az ág csizma helyes használatát. A helyes kiejtés az ág, de hallottam, hogy magyarosítva lett, és otthon ugnak ejtik. Itt Ausztráliában vannak olyan részek, ahol előfordulhat hó, de a legtöbb területen nem jellemző. Így az ág csizma kialakítása során nem vették figyelembe a hó jelenlétét, valamint a só használatot sem. Ezért van az, hogy a drágán megvásárolt ág csizma nagyon hamar tönkre megy ilyen körülmények között. Zoknit sem kell benne viselni, hanem csak mezítláb belelépni, ahogy az ausztrálok csinálják. Próbáljátok ki, mennyei érzés! Hát remélem, hogy át tudtam nektek azt adni, hogy milyen is itt a tél Ausztráliában. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, keresd meg Instagramon is, ugyanúgy az Ez már valami felhasználói név alatt fogsz megtalálni. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!